A Madarász Imre Egyesített Óvoda, Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyeréséről szóló pályázaton való részvételre tett javaslat. Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár nyílt pályázatot hirdetett óvodák számára a Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére. A pályázat célja: az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartás minták, értékek és életviteli szokások átadása, átvitele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződő eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer. A pályázat tárgya: a kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése. A Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda cím alkalmazható. Az intézmény partner kapcsolatainak építése és marketing tevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia. A címet elnyert feladatellátási hely tagja lesz a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának. Kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai fejlődését. A díjazottak oklevelet kapnak. Az oklevelet a környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki. A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással. Pályázati feltételek: amennyiben az intézmény több feladatellátási helyjel, tagintézménnyel, telephelyjel rendelkezik, csak azon feladatellátási helyeire nyújthat be külön-külön a sajátosságok megjelenítésével pályázatot, amelyekben a pályázati feltételek adottak. A pályázónak rendelkeznie kell nevelő munkájában az elmúlt 3 nevelési évre vonatkozó feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékony megvalósult. A pályázónak a cím elnyerését követően is folyamatosan teljesítenie kell a Zöld Óvoda kritériumrendszer feltételeit. A pályázónak pályázatban be kell mutatnia, hogy az óvodai pedagógiai programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott feladatellátási hely vonatkozásában valósítja meg. A pályázat benyújtására sor került, mivel a benyújtáshoz fenntartói támogató nyilatkozat volt szükséges.